továbbra is szeretném egyértelművé tenni, hol lesznek a gazdák? Hogy a gazdák itt vannak már. Arra kérem, a beígért 2200 személygépkocsi és 1800 traktor helyett néhány száz fő vett részt az augusztus 20-ai gazdatüntetésen. A főszervező Szabó Bálint egymásnak ellentmondó információkat közölt a gazdák és a traktorok hiányáról, amit számon is kértek rajta. Várjuk azt az 1800 traktort, ennek te vagy a szervezője, te állsz kapcsolatban ezzel az 1800 emberrel, ugye? Akkor vedd elő a telefonodat, és hívjál föl valakit. Ami miatt én kimentem odahoz, a mikrofonhoz, az az, hogy itt az elmúlt 6 órában, illetve reggeltől fogva folyamatosan azt halljuk, erre volt felhúzva az egész nap, hogy 1800 traktor érkezik, ez egy gazdatüntetés néven volt meghirdetve. Akkor ez egész egy kamut, és te is hazudsz. Most fejezzük az én húzomat, amikor szabadít, tessék! Azzal dolgozom, hogy ennyi! Jelen pillanatban ott tartunk, hogy egyetlen egy darab traktor sincs itt. Jelen pillanatban az az ember, ennek a tüntetésnek a főszervezője egyetlen egy kézzel fogható információt, képet nem közölt arról, és ezzel teljes sötétségben tartja az itt megjelenteket, illetve az otthon várakozókat, arról, hogy jönnek a traktorok, jönnek a gazdák. Miből gondolja, hogy ezek az emberek valóban elindultak? Ezt az eseményt én szerveztem, úgyhogy pontosan tudom ennek a logisztikáját. 1800 traktoros és 2200 személygépjármű. De hogy velük ön kontaktál? 1800 emberrel folyamatosan? Nem, 4000 emberrel. Aki... Milyen fórumokon? Facebookon, e-mailben, telefonon, illetve SMS formájában, illetve volt még két egyéb csatorna, amiről most nem szeretnék beszélni. Ti gazdák vagytok? Valamilyen értelemben igen. Tehát mi a saját életünk gazdái vagyunk. Most én nem is tudom, mi is azt beszéltük, hogy most vajon jönnek gazdák, vagy nem jönnek, mert nincsenek sehol. Te vagy az első gazda igazából, akivel találkoztunk, hogy szerinted lehet-e gazdatüntetésnek nevezni egy olyan eseményt, ahol viszonylag kevés a gazda? Na most, hogyha megnézzük a kezdeteket, nem úgy indultak az engedélyeztetések, ne az első fél órában vonjatok le konzekvenciákat, ez egy több napra hirdetett rendezvény. Fehéről a talpára kívánjuk állítani a magyar mezőgazdaságot, emellett pedig... Legalább fotót vagy egy élő videót csinálhatnának, hogy tényleg lássuk, hogy vannak. Most itt a helyszínen mennyi gazda van? Én azt gondolom, hogy nagyságrendileg még több a nem gazda, mint a gazda. Maximum 500 gazda érhetett be eddig Budapestre. És ők hol vannak? Hát úgy tudom, hogy most például a Gellért téren Budán, ott van egy nagyobb traktoros konvoj, amelyik talán most megállásra kényszerült, illetve vidékről folyamatosan jönnek föl. Hol vannak? Most vannak a kis túlvásai gazdák. Nagyon örülünk neki, a többiek hol vannak. Az 1800-as traktoros tömeget várjuk. A traktorok azok csak éjfélkor fognak Budapestre érni, viszont a személygépjárművekkel arra számítunk, hogy szintén 8 óra környékén már nagyobb tömeg fog érkezni. Én azt mondom, hogy bízunk a mezőgazdaság dolgozóiban, ha ők mondanak valamit, az valószínű úgy is lesz. Óránként változott, hogy most lesz, nem lesz, aztán ugye azt mondta, hogy ha elmarad a tűzijáték, akkor ugye levonulhatnak a rakpartra, de most közben meg igazából azt szűrtem le, hogy így sem. Én azt gondolom, hogy fognak érkezni, nem hiszem, hogy szemfényvesztés. Ha megnézitek ezeket a videókat, nem hiszem, hogy megszerkezgették, hogy most a sok gazdót bőgeti a traktort egy nagy placon, alig várják, hogy elinduljanak. Azt gondolom, igen, jönni fognak. Én arra számítok, hogy éjfélkor, itt elmondtam az előbb is, éjfélkor a Dózsa-György úton, mind a két szélső sávban, a Hősök terétől a Keleti pályaudvarig végig fognak állni a traktorok és személygépjárművek, ezzel párhuzamosan pedig a Néprajzi Múzeum és a Hősök terek között mintegy 20 ezer, más számítások szerint 30 ezer résztvevő fog megjelenni, tehát ma éjfélig erre számítok. Van egy kicsit szürreális érzés itt az embernek az, hogy körülbelül egy ilyen pár száz ember van jelen, és ön több ezres tömegről beszél, hogy mi erre a biztosíték, hogy ez meg fog történni, vagy... Igen.